itt vagyunk. De a Vian a százvezeték kezdetén. Tehát, mint azt a Vajdasági Magyar Szövetség több alkalommal is elmondta a májusi kampányban, számunkra fontos nem csak a városi helyi közösségeknek a fejlődése, hanem a kültelepülések fejlődése is, és ezen fogunk dolgozni ebben a mandátumban is, hogy ahol a műszaki és a pénzügyi lehetőségek adottak, ott tudjunk fejlesztési és infrastruktúrális projektumokat megvalósítani. Ilyen, ami most történik Kelebián, tehát a gázművek, a szabadkai gázművek saját forrásból leterveztek 15 kilométernyi gázvezetéket, nem csak Kelebián, hanem 9 másik helyi közösség területén is, és ennek a kivitelezése, megvalósítása van most folyamatban. Elindul Kelebián, de történni fognak beruházások Újfaluban, Zorka helyi közösség területén, a Sétaerdő területén, Zorka területén, Pestcsara, Maghetes, Sándor, Palics és a vasutas település területein is. Itt Kelebián a Július 4-e utca, a Zöld utca, a Határőr utca, a Topola és a Vadász utcákon lesznek majd beruházások, és amikor befejeződik mind a 9 helyi közösségben, befejeződnek a munkálatok, és a gázművek megkapja a használatba vételi engedélyt ezekre az új hálózatra, onnantól tudnak majd a polgárok jelentkezni, hogy rá tudjanak csatlakozni a gázvezetékre. Amit fontos elmondani, hogy ez az új gázvezeték az egész város területén, tehát a felsorolt 9 helyi közösségben 630 új felhasználónak teszi lehetővé, legyen szó magánszeméről, vagy jogi szeméről, cégről, teszi lehetővé azt, hogy rácsatlakozzon a gázvezetékre, és bízunk benne, hogy a jövő években is hasonló beruházásokról tudunk majd beszámolni. Köszönjük szépen!